Ebben mennyi van egyébként? 10 ampulla. Dobozonként 10 ampulla, összesen 60 doboz AstraZeneca oltóanyag érkezett hétfőn délelőtt Tolna megyébe. A vakcinákat Szekszárdon hűtőkbe helyezték. Az oltóanyagokkal a következő napokban több száz ember tudnak védetté tenni a koronavírus ellen. 60 házi orvos fog ebből a készítményből kapni. Azt már a múlt héten is elmondtam, de ismétlés a tudás alapja, hogy a 18 és 59 év közötti korosztályt lehet ezzel a vakcinával leoltani, olyanokat, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. A házi orvosok egy lista alapján maguk döntik el, kik azok a 60 év alatti krónikus betegek, akiknek a legnagyobb szükségük van az oltásra. A vakcinákat kedden reggel 8 és délután 4 óra között vehetik át a szakemberek, ezt követően pedig kezdhetik is az oltást. Ami még újdonságnak számít, hogy egy úgynevezett oltási igazolást, illetve fecskendőket is adunk a vakcina mellé, nyilvánvaló egy olyan speciális fecskendőt, amivel ennek az oltóanyagnak a beadása az könnyebbséget okoz. Tolna megyében a házi orvosok február 11-én csütörtökön kapták meg az első adag oltóanyagokat. Akkor az AstraZeneca által készített vakcinából összesen 300 adag érkezett az országnak erre a részére.